1 millió kilométer, ennyit autóztak az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság vezetői céges autókkal magánutakra. Összesen 72 országos és megyei vezetőnek van joga magáncélra is használni az igazgatóság autóját, a többségnek legfeljebb 24 ezer kilométert egy évben. Volt, aki ezt szinte méterre ki is használta. Egyetlen szolgálati autó áll a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság parkolójában, de látszik, sok a sárga csík. Azok mind fenntartott helyek. Olyanoknak, akik céges autót használnak. Az igazgatóság országos és megyei vezetői közül 72-en vannak, akik magánútra is azt a kocsit vezetik. Ők egy a Lánglovagok Egyesület által kikért lista szerint 1 millió kilométert utaztak magáncélra tavaly. Sajnos ez egy bevett dolog, de nem biztos, hogy attól még, hogy ez bevett dolog, jól van ez így. Mégiscsak a mi pénzünkből élnek, vagy mi pénzünkből szolgáltatnak a katasztrófavédelemnél. Az egyesület elnöke szerint korlátozni kellene a használatot, ami szerinte többször indokolatlan. Az egyesület nyilvánosságra hozta, hogy ki mennyit ment magáncélból egy év alatt. A maximum 24 ezer kilométer lehet. Látszik, többen is igyekeztek minél jobban kihasználni a lehetőségeket. A Zala megyei igazgató 23.992, egyik helyettese 23.848, másik pedig 23.999 kilométert tett meg egy év alatt. Mindhárom ember távolról jár be munkába, így ennek tudható be a magas kilométerszám. Magánhasználatnak számít, ha valaki a munkahely és az otthona között autózik, és persze az is, ha például családi programra használja az autót. Nem érzi luxusnak? Hát, hogyha elcsavarjuk ezt a dolgot, mert azt is írták, hogy például én ezzel járok piacra, meg ilyen jópofa dolgokat is írtak, akkor ez nagyon furcsa lenne. Én saját életemben nem mentem még piacra a szolgálati kocsival. Én vagyok olyan állapotban családilag is, hogy nem szorulok arra, hogy ilyen lopott kilométereket, bár jogszabály szerint éppen meg is tehetném, de ez még soha nem fordult elő. Hétvégén saját motoromon motorozok, az a sajátom, tehát én ezt leghatározottabban visszautasítom ezeket az állításokat. Azoknak, akik magáncélra is használják a katasztrófavédelem autóit, fizetniük kell. Fejenként és havonta 17 valamint 25 ezer forint közötti összeget. Tavaly összesen 14,5 millió forint gyűlt össze a befizetésekből.